Az idei év az élet számos területén átszervezést igényel, hiszen a járvány miatt mindent újra kell gondolniuk az embereknek. A veszélyhelyzetben nem lehetett társulási tanácsülést tartani, így egy elnöki döntés született a TEIT 2019. évi költségvetési elszámolás zárszámadásáról, amelyet most a társulás jóvá hagyott. A TEIT minden évben megrendezi TEIT napját, amit idén, augusztus 19-én tartottak volna Nagyszabású Program kísérletében Kalocsán. A társulás a biztonság szem előtt tartása mellett úgy döntött, idén az online térben találkoznak a település lakói. A biztonságot helyezzük maximálisan előtérbe, úgyhogy most egy sajnálatos bejelentést kell tennem, hogy az augusztus 19-i nap az eredeti programok szerint azt el kell. Hogy, hogy halasszuk, illetve le kell, hogy mondjuk, hogy pontosan fogalmazzak. A szervezők a napokban kidolgozzák az új programot, és hamarosan kihirdetik a településeken. A társulás fontos feladata továbbá a nukleáris ipar megismerése, feltérképezése, így évről évre szakmai utakon vesznek részt a polgármesterek bel- és külföldön egyaránt. Ezúttal 2021-re halasztották a tervezett Fehér Oroszországi Utat, mivel az utazások kérdése bizonytalan jelenleg. Az ellenőrző bizottság munkája is átszervezést igényel, hiszen a tervezett helyszínek közül nem mindegyik terület látogatható és ellenőrizhető jelenleg a nukleáris létesítményekben.